megjelen Kovács Ágnes és András Falvi Bertalan 1950-es évekbeli mesegyűjtése. Lezárult az év nagy múzeuma díj nyertese a Szabadtéri Néprajzi Múzeum új kutatási programja. Az év kis múzeuma díj kitüntetettje a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum. Földesi Edina gyöngykutatása Gánában. Közel 70 éven át pihent a Néprajzi Múzeum etnológiai archívumában papírra jegyezve, illetve hangszalagokon az a 116 mese, amit immár nem csak olvashatunk, hanem 16 óra terjedelemben eredeti felvételekről meg is hallgathatunk. A Lakitelki Antológia kiadó jóvoltából ugyanis a napokban jelent meg két kötetben, CD melléklettel, Tyukodi népmesék címmel az András Falvi Bertalan és Kovács Ágnes által még 1955 és 1961 között gyűjtött anyag. Két fiatal néprajzkutató, Tompos Krisztina és Tóth Gábor végezte. A könyvbemutatón András Falvi Bertalan nem tudott részt venni, őt Tóth Gábor korábban készített interjújával idézzük a gyűjtés történetéről. A magyar népmese kincs és annak kutatása nemzetközi hírre tett szert. Én nem vagyok mesekutató, nem mint mesegyűjtő jártam a falvakat, de ahol lehetett, és ahol megtudtam, hogy vannak mesemondók és mesélési alkalmak, oda siettem és próbáltam rögzíteni. Én Tyukodra annak idején a néptánckutatások során kerültem, mert Szabolcs-Szatmár és az Észak-Kelet-Magyarország nagyon nagy, hogy így mondjam, tánckincsel rendelkezett ahhoz képest, ami az ország más részén lassan el is tűnt. És oda jártunk ki, Tyukodról többször is filmezni a táncosokat, és az esti órákban pedig, amikor már mi nem tudtuk használni a filmfelvevőgépet, és akkor ha megtudtam, hogy valahol összegyűltek, és valahol meséket mondtak, akkor azokat kerestem fel, és akkor kezdtem a magnetofonos mesegyűjtést. Ennek során nagyon sok, nagyon értékes, és nagyon szépen a meséket elmondó emberrel találkoztam. Férfiak, nők, sőt még gyerekek is mondtak meséket. Ez mutatta, hogy ott Észak-Kelet Magyarországon a néphagyomány, a népköltészet még sokkal elevenebben élt, mint az ország más részeiben. Ehhez hasonló gazdagságot a népköltészetben a moldvai csángóknál és Erdély bizonyos részeiben találtam csak. Bunda, bunda, köpenyeg, most hazudok, mert van kinek. Lengyel király határát nagy tengerek mossák. A tenger közepén egy nátszál, a nátszál tetején van egy hajszál, a hajszál tetején van egy jegenye nyárfa, melynek van egy odva, amelyiken 366 katonaság rukkolt be rajta. A balágán van egy kis fészek, abban négy kis tojás, az 366 katona friss tökre megsütötte, nem bírták megenni. Most annyit hazudok, ez a ház hazugsággal lesz teli. András Falvi Bertalan 1955-ben egyedül gyűjtötte a mesét, és mivel nagyon nagy számú meseanyag jött elő, 1955 őszén felkereste Kovács Ágnest, a Néprajzi Múzeum meseosztályán dolgozó munkatársat, hogy segítsen neki. 1956. február végén már együtt mentek el gyűjteni. A magyaroktól kezdve cigányokon át, gyermekektől idősekig gyűjtöttek meséket, ez pedig Kovács Ágnesnek a szemléletére enged következtetni, aki 20-21 éves hallgatókorában Kalotaszegen, Ketesden gyűjtött fel egy település mesemonográfiáját. Hasonló indult meg Tyukodon is, nem egy mesemondónak a teljes repertoárját üzték ki célul, hanem azt, hogy megismerjék a mesemondást településen lévő hagyományát. Egyszer Mátyás király ment egy kétkerekű taigán. Utólért egy cigánt. Felvette cigán. Azt te cigán, ki vagyok én? Azt mondja, te is úr. Attól feljebb cigán. Hát a tekintetes úr vagy. Attól feljebb az. Hát nagyságos úr vagy. Attól is feljebb tetszik. Sóm, te csak ne vagy Mátyás király, olyan az orrod, azt mint egy uhorka. Leugrott a cigán, elszaladt, ott hagyta Mátyás király. A mesemondás az nem egyszerűen azt jelenti, hogy valami szöveget elmondunk. Az közösségteremtő művészet, és a közösség
az kölcsönös. Az, aki elmondja, akinek a meséjét hallgatják, és a hallgatóság, ezek a közös teljesítménye ez. Ezek a mesealkalmak nem úgy történtek, mint ahogy elképzeljük, hogy a mesemondó beszél és mindenki hallgat, hanem voltak reakciók, illetve olykor együtt kezdtek el dalolászni két mesemondás között. Ez az volt az, ami igazán élővé tette a mesemondást, azt a közösségi mesemondást, ami az 1960-as évek után folyamatosan elszürkült, és hát végül pedig ugye meg is szűnt. Elkurjantom magamat a Bürgezdi utcán, hadd hallja meg a rózsám a maga udvarán. A Pulszki Társaság 1996-ban alapította az Év Múzeuma díjat, hogy elismerje azokat a jelentős eredményeket felmutató intézményeket, ahol fontos stratégiai alapú fejlesztések történtek a múzeumi tevékenység valamennyi területén, az épület megújítástól a tudományos munkán át a közönség kapcsolatokig. Idén a nagy múzeum kategóriában a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum nyerte el a díjat, amely a tavalyi év egyik legkiemelkedőbb múzeológiai teljesítményével, az Erdély tájegység mögött húzódó, több éves szakmai munkával aratott megérdemelt sikert. S hogy még mivel? Arról Cseri Miklós főigazgatóval beszélgettünk. Én azt gondolom, ahogy az indoklásban szerepel, az elmúlt néhány év, de akár mondhatom az elmúlt évtized olyan típusú eredményei testesültek meg most ebben a díjban, amelyek nem csak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum a skanzen számára pontosak, hanem az egész magyar muzológia számára. Felvállaltunk olyan feladatokat, mint például az oktatás. Az oktatás segítségével van nálunk ez a módszertani központ, ami rengeteg nagy rendezvényt készít és szervez a magyar muzológia számára, de ezen kívül sok száz múzeumot használó, múzeumot értő és múzeumban dolgozó kollega kap itt különböző akkreditált képzést, és hát ennek a csúcsa a 2019-ben megalapított alkalmazott muzológiai tanszék, ami egyedülálló Magyarországon, hiszen a bölcsészet tudományok terén ez az első kihelyezett tanszék. A másik ilyen terület volt a szellemi örökség területén végzett munkánk, és a harmadik terület az mindenféleképpen a népi építészeti objektumok, tájházak, népi építészeti emlékek terén végzett munkánk. De természetesen nem mehetünk el a kutatási programjaink nélkül. Éppen most zárult a rendszerváltással kapcsolatos programunk, ami megint csak egy olyan módszertani újítás volt a magyar néprajzi muzeológiában, történeti muzeológiában, amire azt gondolom, hogy erre azért fel kellett figyelni. A rendszerváltást sokféleképpen lehet kutatni. A Szentendrei Skanzen és a Magyar Nemzeti Levéltár a vidéki Magyarországra fókuszált, amikor a 80-as évektől napjainkig tartó településkép és életmódváltozást vizsgálta egy különleges fotógyűjtemény alapján. Most már bő két évtizede a Skanzen nem csak a hagyományos paraszti kultúrát, hanem a 20. század második felének rurális változásait is vizsgálja, és ennek a projektnek a hátterében egy hatalmas közgyűjtemények közötti együttműködés áll, hiszen maga a projekt, az a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Magyar Nemzeti Levéltár közös kutatási programja, ami a 30 éves szabadon, a rendszerváltás 30. évfordulójára létrehozott programsorozat támogatásával valósult meg, és az egész kutatás alapja egy több mint 100 000 fényképfelvételből álló anyag, ami a Nemzeti Levéltárban található. Ezt 1984-ben a Hazafias Népfront felhívására kezdték el készíteni. A felszabadulás 40. évfordulójára szeretett volna egy országos mozgalmat elindítani, aminek a lényege az lett volna, hogy minden magyarországi települést fotózzanak körbe, és ezen fotók segítségével majd bemutatják, micsoda fejlődés történt. De ez az anyag soha nem lett bemutatva. Ma már a kutatási eredmények jól mutatják, hogy azért nem egy ilyen dicsőséges 40 év fejlődését örökítették meg ezek a fotósorozatok. Bekerült a Nemzeti Levéltárba, és 3 évtizedig dobozokban feküdt, és igazából ennek a programnak a segítségével kezdtük meg mi itt a Skanzen és a levéltáros kollégákkal közösen ennek a feldolgozását. Nagyon izgalmas a fotóanyag, mert igazából egy látleletet adott 1984 és 86 között az akkori magyar vidékről. A fotósok hol amatőrök, helytörténészek, pedagógusok, közművelődési szakemberek, hol profi fotósok voltak, és maga a kutatási program
egyrészt abból állt, hogy ezt a hatalmas fotóanyagot digitalizáljuk és földolgozzuk, másrészt pedig mi a Skanzenben azt vállaltuk, hogy mintegy 60 településre vissza fogunk térni, körbejárjuk, megnézzük, hogy mi minden változott az elmúlt 30 évben, és nagyon sokszor ugyanazokból a szemszögből, ugyanabból a nézőpontból mi is elkészítettük a fotókat. Több száz interjút készítettünk, ebben vannak mély interjúk, vannak kérdőíves felmérések, életútinterjúk. Nagyon sok településen nem csak a helytörténészekkel, nem csak az értelmiségi réteggel, hanem klasszikus néprajzi gyűjtéssel, az életmód átadakulását is megpróbáltuk föltérképezni. A fotók egy részét a Nemzeti Levéltárral közösen egy online adatbázisban rendeztünk, ami a Nemzeti Levéltár honlapján el is érhető Falufotó néven. Nem csak az 1980-as évek fotóit digitalizáltuk és tettük elérhetővé, hanem a mostani kutatásban készült fotókat is mellé rendeztük. Ez amúgy itt ebben a kiállításban is így látható, hiszen ilyen páros fotókat készítettünk, hiszen nagyon izgalmas az, ahogy a 80-as években lefotózzák, és mit találunk mi a 2020-as évek elején ugyanazon a helyszínen. Sokszor új funkcióban, sokszor egészen más képet mutatnak már ezek az utcaképek, ezek a településrészek. Másrészt rengeteg tudományos tanulmány született, amit különböző kötetekben publikáltunk, a kiállításnak katalógusa is született, és végül az is nagyon fontos, hogy az a változás, ami a rendszerváltoztatás után 3 évtizedben lezajlott, arra is reflektált ez a kutatás. És itt jön vissza az, ami a Skanzen számára is nagyon fontos, hogy a közelmúlt és a jelen kutatását azt egy folyamat részeként értelmezzük. A Kádár korszak vizsgálata és a jelenkor kutatásai összekapcsolódnak itt az intézményben, és megpróbáljuk ezeket a kutatásokat egy olyan kontextusba is behelyezni, ami azt mutatja, hogy a nagy országos történeteket hogyan tudjuk alulnézetből, személyes perspektívából, kis lokalitások szempontjából föltárni, és igazából ezek a kis történetek adják is számunkra azt a nagy egészet, ami a teljes Magyarországra vonatkoztatható. Az év kis múzeuma díjat a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum nyerte el, amely az utóbbi években számos fejlesztésen és változáson esett át. 2014-ben az egykori Várnagyi házban létrehozott tanulmányi raktárral, majd 2022-ben látogatóközponttal, kávézóval, játszótérrel és egy új büntetés végrehajtás történeti állandó kiállítással bővült a Körösparti Kisváros közgyűjteménye. Van egy történelmi múltja az épületünknek, ami nyilván valaha, ahol most állunk, ez a Mekong kerületnek a tömlöce börtöne volt. Ez egy nagyon fontos hívószó, és ez sokáig nem volt annyira az előtérben. Aki idejött, az megtapasztalta és csodálkozva látta, hogy a kiállításaink ilyen egész érdekes helyen vannak elhelyezve. Igény volt egy olyan kiállításra, ami valóban a börtön történettel, vagy általában a büntetés végrehajtás történettel foglalkozik. És itt jött ez a lehetőség, ami tulajdonképpen egy turisztikai pályázat, egy turisztikai attrakció volt. Ez egy a város által pályázott uniós projekt, és ebben minket szerencsére bevontak. Egy új kiállítással bővült az intézmény, ami valóban nem annyira tárgyközpontú, inkább témaközpontú, de mégis bemutatja az itteni korábbi életet, a börtön életet, vagy akár a betyárvilágot. A pandúr kézre került bűnözők a Nagy Kun kerületi ház börtönében találták magukat, és akár éveket is tölthettek annak hűvös tömlöceiben. Ha 50 évvel ezelőtt lennénk ezen a helyen, kicsit más körülményének fogadnának minket, hát az volt a hőskor, azt lehet mondani. Ugye egy régi börtönépület, hát hogy nézhet ki, nyilván levizésedett falak és nem teljesen megfelelő körülmények. Mégis az első gyűjtemény, az első tárgyak, azok így kerültek ezek közé a falak közé, és nyilván ebben óriási szerepe van. Egyrészt a helyi lokálpatrióta tanárembereknek, másrészt pedig a 70-es években megvalósult kutatási programoknak, tisztazó kutatásnak. Az adattárunkban is egy olyan anyag található, ami félig meddig földolgozott, másrészt még földolgozásra vár, ami a tisztazóknak a néprajzi értékeit, különböző szokásokat és étkezéstől kezdve az állattartásig, gyakorlatilag ők mindent akkor rögzítettek és földolgoztak. Az ömével mi is helytörténeti anyagot gyűjtünk folyamatosan, azért a kutatási koncepciónk középpontjában a kismesterségek állnak, és azoknak a földgyűjtése, nyilván itt a kihaló sorban lévő, vagy már kihalt mesterségeknek az anyagát tekintve, ezeknek a földolgozása, bemutatása,
és nyilván megőrzése nagyon fontos számunkra. Legutóbb például egy Borbély műhelyt sikerült vennünk, azelőtti években Kádár műhelyt sikerült, nyilván ez innen a környékről, Öcsödről, Tiszakürtről, de ugyanígy a korábbi anyagok is így kerültek be a múzeumba. Az új kiállításunkkal egy új gyűjtési irány is körvonalazódik, ez végül is a büntetés végrehajtása kapcsolatos eszközökre összpontosít, másrészt nyilván a kiállításban látható betyárok miatt, pedig a pásztor kultúrának az emlékeire, erre jobban odafigyelünk most már, és tudjuk, fölgyűjtjük ezeket innen a térségből, vagy akár vásárolunk is, ha lehetőségünk van rá. A falak vastagok, a kerítés 3 méteres. De az ide bezárt híres Rózsa Sándornak a legenda szerint ezen keresztül is sikerülhetett megszöknie. A falak, a tárgyak, a régi korok kincsei önmagukban sosem elegendőek. Egy múzeum, egy helytörténeti gyűjtemény mindig a közösségépítés terepe is, legyen szó bármely korosztályról. A Kunszentmártoni Múzeum szakmai programja, a Tekintsed a mi kincsünk nemrégiben rangos elismerésben részesült a felnőtt tanulás kategóriájában, elnyerte az Erasmus Plus névódíjat. Mivel a település úgymond előregedő település, ezért úgy gondoltuk, hogy a kulturális intézményeknek vállalni kell ezt a választ erre a komoly kihívásra, és arról szerettünk volna tanulni, hogy miként bánhatnak, hogyan tudnak együtt dolgozni idős emberekkel a kulturális szakemberek. Ezért a Tempusz közalapítványhoz adtunk be egy pályázatot, és nyertünk is egy Erasmus Plus pályázatot, és ebben összesen 7 partner vett részt, és 4 külföldi és 2 magyar partnertől tanultunk, illetve mi is tanítottuk őket különböző képzéseken. Ezek az idős emberek olyan tudáskincsel rendelkeznek, olyan hagyományvilág, olyan tudás birtokosai, amit ugye át kell örökíteni a következő nemzedéknek, és ebben nekünk nagy szerepet kell vállalni. A múzeumoknak eddig is volt tapasztalata ebben a dologban, hiszen történeti interjúkat készítettünk velük, közös kiállításokat, rendezvényeinken sütnek, főznek, és különböző hagyományokhoz kapcsolódó fontos emlékeket, dolgokat mutatnak be. Ebben a programban például a Kunszentmártoni utolsó képzésen igyekeztünk az utolsó nap egy olyan programcsomagot összeállítani, amely ezt a célt szolgálja, hogy hogyan tudjuk az idős embereket olyan módon foglalkoztatni, hogy számukra is hasznos legyen, tanulni tudjanak, jól érezzék magukat. Tehát érdekesen, interaktívan és változatosan próbáltunk egy olyan napot szervezni, amely később mintául szolgálhat múzeumoknak, kulturális intézményeknek, és ez később leírva, összefoglalva talán egy új módszertan kialakítását is lehetővé teszi. Földesi Edina, a Néprajzi Múzeum Afrika gyűjteményének fő múzeológusa nemrég tért haza Gánából, ahol 2 hónapig a híres helyi gyöngykészítés technikáit és tradícióit kutatta. Felbecsülhetetlen segítségére volt a házassága révén 44 éve ott élő Torda Katalin, aki világszerte elismert gyöngyszakértővé és gyöngyművésszé vált az elmúlt évtizedek alatt. A gyöngyök a gánai kultúra számos területén szerepet játszanak, végig kísérik mind a nők, mind a férfiak életét rituális alkalmakkor és a hétköznapokban egyaránt. Edina videófelvételekkel, fotókkal és hatalmas gyöngygyűjteménnyel tért haza, s most bepillantást enged e varázslatos világ néhány titkába. Ez alatt a 2 hónap alatt körülbelül 203 kilónyi tárgyat gyűjtöttünk. A gyűjtésnek 2 főbb vonala volt. Az egyik a különböző gyöngykészítési technikáknak a dokumentálása, az alapanyagoktól a készítési technikáig, a késztermékekig. A másik vonulat pedig a gyöngyöknek megvizsgálni a szerepét a különböző életfordulókban, a különböző rítusokban és az embereknek a mindennapjaiban. Körülbelül 1200 kilométert megtettünk az országban, tehát különböző népcsoportoknál is néztük, hogy milyen szerepe van a gyöngyöknek. Az üveggyöngyök, amelyek üvegporból, illetve üvegszemcséből készülnek, azok a kroboknál a leghangsúlyosabbak. Északabbra, Kumasziban a bronzgyöngyök azok, amelyek nagyobb szerepet játszanak, és még északabbra,
Észak-Gánában pedig már előjönnek az üveggyöngyök helyett, ott már olyat egyáltalán nem készítenek, hanem a kovácsok helyileg készítenek különböző ékszereket, gyűrűket, karkötőket. A chevrongyöngyök mindig fontos szerepet töltöttek be a gánai kereskedelemben és az életben. 17. század óta gyártják őket Velencében, és azóta minden hajórakomány része is volt, mert akárhova vitték őket a világba, ott tudtak kereskedni vele, mert ezek különleges technikával rétegenként fölépített üveggyöngyök. És amikor Gánába érkeztek, a fáma arról szól, hogy megnézik, hány rétegű egy gyöngy, itt mutatom, és annyi rabszolgát adtak érte, vagy annyi emberért fizettek. Gánában szinte az élet minden mozzanatában szerepet játszanak a gyöngyök. Itt az átmeneti rítusokra gondolok. Például egy csecsemőre már föltesznek különböző gyöngyöket, köztük a csípőgyöngyöket is, amelyeknek többek között az is a funkciója, hogy mérje a gyermeknek a testsúly növekedését. Amikor csípőgyöngyről beszélünk, akkor például ebből képzeljünk el akár 10-20-at, és tehát több kilónyi csípőgyöngyöt visel a leányavatáson egy leány, amit aztán egy férfi is érezhet a hátán, ugyanis van egy olyan rituális jelenet, amikor a leányokat egy rituális terhességvizsgálat után a valamelyik hozzátartozó férfinak kell visszavinni a házba a hátán. 6 gyöngykészítési technikát dokumentáltunk. Az egyik, a legfontosabb, az az üvegpor gyöngyöknek a készítése. Formába szórnak üvegport, és ebbe először a kaszava szárat vágják bele, hiszen ez majd a kemencében elég, és ez fogja a gyöngynek a lyukát majd megalkotni. Az üveg szemcse úgy készül, hogy nem üvegport használnak föl, hanem durvábbra tört üveget, amit beleszórnak ezekbe a formákba, és úgy égetik ki. Tehát egy egybe gyöngy készül, amelyet aztán, amikor kivesznek, és még folyékony az üveg, akkor egy éles szerszámmal készítenek rajta lyukat, forgatni is kell rajta egyet a formában, tehát minden egyes gyöngyöt kézzel formáznak meg. Manapság már nagyon nagy divat, akár Kínából érkező kisebb úgynevezett maggyöngyöknek az alkalmazása az üveggyöngyöknél. Számtalan színt tudnak létrehozni ezzel a technikával. Ezekben látszik például itt egy chevron-szerű apró gyöngyöket olvasztanak össze üvegporral, és egy egészen sajátos és nagyon szép gyöngyöket tudnak létrehozni. Az üvegporból készült gyöngyöket festik is egyenként, mégpedig úgy, hogy felhúzzák vagy egy biciklikülőre, vagy pedig egy fém húzalra, és megszínezett üvegporral viszik ezekre a gyöngyökre a mintát, amit aztán visszatesznek a formába, és újra kisütnek, vagy újra kiégetnek. A másik olyan technika, ami már gyakorlatilag nem létezik Gánában, de Tordakati az ismerettsége révén még meg tudott kérni egy olyan asszonyt, aki ismerte ezt a technikát, ez a csigahéjból készült gyöngyök. A hölgy a gyöngyöknek a kifúrásához egy olyan tűt használt, amelyet maga kovácsolt. A másik érdekesség pedig az volt, hogy egyszerűen a csigahéj port kente rá arra a fúróra, amelyet aztán egy ilyen ívvel húzogatott, de nem volt ezen az íven zsinór. Gánában ez alatt a 2 hónap alatt több mint 800 tárgyat gyűjtöttünk, és nekem már eleve az volt a célom, Katival is támogatva, hogy egy referencia gyűjteményt hozzunk létre itt, Kelet-Közép-Európában. Ez a gánai gyöngygyűjteménynek csaknem minden vetületét, szemléletét jelképezi, tehát ez egy olyan adatbázis lenne, amelyet kutatók is használhatnak, amelyben tudományos meghatározások, videók, interjúk, elnevezések, fotók szerepelnének, de a tudományos adatbázison kívül nagyon sok mindenre lehet majd használni, időszaki kiállítások készítésére,
egyéb más múzeumi tárgyaknak a belendítésére, például kelet-afrikai vagy dél-afrikai gyöngyös tárgyak, vagy akár indián gyöngyös tárgyaknak az illusztrálására, illetve párhuzamba állítására. Úgyhogy nagyon sok funkciót szánunk ennek az adatbázisnak, ennek a gyűjteménynek a jövőben. Következő adásunkban bemutatjuk Kemecsi Lajos új tanulmánykötetét, a Szolnoki Damjanich Múzeum új szerzeményét, Hajdú Anikó tárgyait, Szilágyi Zsolttal Mongólia kutatásairól, Koltai Erikával pedig a Néprajzi Múzeum koreai kiállításáról beszélgetünk. Etnokultúra. Néprajz hónapról hónapra.